Na, ugye, hogy nem. Ugye, hogy nem. Nem fog ez menni nekünk sosem, hogy úgy kezdjük el, hogy egy mosoly nélkül. De hát ez egy vidám blokk. Így van, ez a Tube Scanner Bálinttal. És Andrissal. Sziasztok. Végre nem Lajos vagyok, Bálint, akkor az eléggé kellemetlenül érintett egyébként. A Lajos? A. Hát mert úgy ránéztem, és aznap épp olyan Lajos igen? voltál. Igen. Hmm. És mi újság, Bálint? Ma nem nézel ki Lajosnak. Tök jó videókat hoztam egyébként. Na. Az első videó egy magyar lánynak, Boginak a videóklipje, ami a háttérinfók szerint egyébként onnantól kezdve, hogy fölkerült a egy bizonyos videó megosztóra. Nézd nem a sztárperceket, Bálint, ezek szerint. Na, ugye. Ugye? Minden hétköznap 6-tól. Igen, majd kis önpromó, fényezd magad, kérlek, még. Igen. Nagyon jó. Na, ugye, hogy azt hiszem egy nap alatt érte el az egymilliós nézettséget, ami önmagában zseniális egy bármilyen videóklippel kapcsolatban. Az, hogy tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan videóklippet látunk, amiben a digitális utómunka csodáira hívja föl a figyelmet a képi világ, hát az meg önmagában zseniális. Az, hogy egyébként ezt egy magyar lány csinálta, az megint zseniális. Hadd ne mondjam, hogy én is abban az iskolában jártam, ahol ő csak ő fiatalabb, mint én vagyok. Tényleg egyébként abszolút. De nem is ez a lényeg, hanem a videóklip, úgyhogy nézzük is meg ezt a Bogi klippet. Ámen. Kesernyés, méz, édes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít. Mirha és mandula, kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, permetként próbálom egyenként, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, a sejmeknek siklása, keletnek fűszere, buja kis meséje, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom. See?
szép. A zene is, és képileg is rendben. Egyébként azt, hogy elfelejtettem mellékesen megjegyezni, ezek szerint nem nézted rendesen meg a sztárperceket, Bálint. Csak hallgattam. De csak arra aludtál el. Nem, hogy a hátam mögött van a tévé. De mindegy, ugye ez a fiatal lány egyébként ezzel a dallal együtt bekerült a bizonyos műsorba, akik majd kijutnak az Eurovízióra, és aha, most azt aha. Hagyjuk. Tehát, hogy abszolút le a kalappa, és egy nagyon tehetséges kis csajszról van szó. Abszolút. Igen. Ugye. Na, a következő videó, amit hoztam, az egy ilyen divat áruház. Jézusom, mi van gyerekek itt? Közben én próbálok valamit mondani, és te meg mit csinálsz? Rombolod a műsor. Valamiből élni kell, na igen. Gondolom, hogy ez növeli a nézettséget. Nem, de a konkurens otthona megfizet. Na, ja, figyelek, bocsánat. Business is business. Igen. Szóval egy divat videó tulajdonképpen. 100 év divat irányzatait zenében és ruházatban megleshetjük majd 2 percben tulajdonképpen. Ez ugye egy kedves kis videó. Nézzük meg. Na, kezdjünk is bele. Szoktam ezt csinálni, csak hogy az most már ugye át lett alakítva, ezért kérdeztem. De egyébként jó videó, magasról teszel rá, az a legfontosabb, hogy hol tudsz nyomtatni a tévében. A kulisszatitkok. Színesben szeretnél nyomtatni? Csibész, nem, elég nekem a fekete-fehér. Ha nem. Na jó, folytassuk az én videóm, mert ha nincs más egyéb hozzáfűzni való ehhez egyébként, de nem mondjuk is ezt végigélted majdnem. Hogy... Kösz. Kösz, bár most, hogy megborotválkoztam egy kicsit, így letagadhatok vagy egy évet. Na jó, folytassuk az én videóm, ugye nagyon sok olyan pletyka van mostanában, hogy jön a szó szerint a tél, tehát a hó és a fagy. Te erről tudsz egyébként? Mert egyébként majdnem minden héten mondják ezt, hogy most tényleg. Persze, hogy ne, tényleg? Na, tényleg. Na, és ezt a videót ezt azért hoztam kicsit ilyen fai jellegű síelésekkel kapcsolatban. Szerintem mindenkinek tetszeni fog, hát hogy kell vigyázni címmel. Nagyon. Jön a tél. Oké, okay. Jó, hagyjuk bár, nézzük meg. This is gonna be good! Yeah, yeah.
Yo, you're right. Yo, you're right. Egyébként az ilyen videóban azt imádom egyébként a legjobban, amikor valaki szenved valami szerencsétlenséget, és nem úgy segítenének, akkor röhögnek rajta. De jó, de hát ők azért vannak ott, hogy röhögjenek, tehát hogy ez nem olyan, hogy elesik valaki az utcán. Még a másik, ez a korai öröm, mást akartam mondani korai öröm, de mindent, ez a korai öröm, meg az Igen, a téli sportok egyébként baromira egészségesek, baromi jók, főleg, hogyha van egy kis melegedő, ahol rá lehet egy kicsit készülni a dologra. Akkor semmi nem fáj már utána. Az biztos, így van. Te tudsz korcsolyázni, bár ez egyébként valami hasonló gyermekdet sport, nem? Gyermek, szánkózni nagyon tudok. Igen? Persze. Ülsz rajta és húznak. Igen, de borzasztó bonyolult egyébként a szánkózás. Lássuk be, ráülsz és csúszol. Aztán vagy túléled, vagy nem éled túl. Igen. Hát én szeretek szánkózni azért. Már mindig találunk egyébként így, tehát ugye a külvárosban mindig azt láttam, hogy milyen jó más gyereknek, hogy az apukája húzza őket kocsival, tudod. Milyen jó az aztán, apukáknak. Ugye? Igen, én azt szoktam, nézni, hogy milyen jó azoknak az apukáknak, akik már húzzák a gyerekeiket egyébként, és nekem még nem kell, mert tudom, hogy majd eljön ez a pillanat, amikor igen. Mm-hmm. És már ott tartanánk, ha esne a hó, de nem esik. Sajnos. Hát igen. Na, a következő videó előtt, ugye, ami a búcsú videó, bár szerintem készül fel rá, egyébként szükséged lesz egy fejfedőre. Egy fejfedőre. Nem volt megbeszélve semmi. A következő videónak a címe az emberek, akik nem félnek, elképesztő mutatványokat láthatunk. Mellettem Samuel L. Jackson fehér változata. Adjuk, nézzük meg a videót. We'll be right back.
ugye? Hát nem normális. Jean-Claude Van Damme, kuka, hát ja, ehhez képest. Ugye, de igen, hát tényleg. Én azt néztem, amikor vége felé volt a videó, hogy jön az alagút. És jó, oké, megoldották, de hogy ott volt az a pillanat, hogy láttam, hogy jó, oké, biztos megcsinálja, ő tud sétálni a kötélen, nagyon ügyes, úgyhogy nem a földre van lerakva, tehát hogy ráadásul. Uh-huh. De hogy jön az alagút, és akkor ez most ilyen rajzfilmes befejezés lesz, hogy így kikenődik. Hát biztos, nem tudom, hogy ezt hogy gyakorolták egyébként, először csak lassan, nagyon-nagyon lassan, és akkor egyre már gyorsabban, és akkor már úgy lehet gyakorolni. Vagy hát, hogy rengeteg autópályamatricát vettek. Nem tudom. Jó, Bálint, szumma szumárom, csütörtökön tyúpszkennel. Az. Jó, találkozunk csütörtökön.